A színházi komédiák, a szabadtéri koncertek és az utcákat ellepő pantomimesek egyet jelentenek. Hamarosan kezdetét veszi a 2018-as Vidor Fesztivál. Idén Utca Színház, Duma Színház, Rubintréka alakreformedzés és posztplakát kiállítás is várja az érdeklődőket. A Móricz Zsigmond Színház pedig az év legjobb komédiáit hozza el a színház szerelmeseinek. A Móricz Zsigmond Színháznak a nézőtere az ebből a szempontból egy korlát, egy bizonyos létszám fölött nem tudunk plusz embereket befogadni, és az az ötlet támad, hogy a Kossuth téren két színházi előadás lesz látható, mindkettő zenés vígjáték, mindkettő sztárokkal van teletűzdelve. A színház mellett természetesen idén sem maradhatnak el a szabadtéri nagy koncertek. Helyi zenekarok mellett hazai és nemzetközi sztárok is koncerteznek majd a Kossuth téren felállított nagy színpadon. Három olyan koncert lesz, amire én úgy gondolom, hogy közel teltház várható a Kossuth téren. A Velhelót tenném az első helyre, a második Karamell és Pápai Jóci a harmadik, de rajtuk kívül látható lesz Sugárlóf, Ferenci György, Pázó, lesz nyíregyházi fellépő is a Karma Pirin, úgyhogy nagyon változatos programra készülünk, és nem maradhatnak el a külföldi sztárfellépők is. Lesznek Afrikából, Zimbabvéból, lesznek Olaszországból, és lesznek Franciaországból is. A Vidor természetesen nem jöhetne létre komoly támogatói háttér nélkül. Évek óta a Bige Holding járul hozzá a legnagyobb mértékben, hogy színvonalas műsor kerülhessen a színpadokra. Az összeg az mindig egyforma, tehát van egy megállapodásunk a polgármesterről, évi 30 millió forint. És hát ezzel úgy gondolom, hogy a fesztivál színvonalát, a művészek színvonalát és a létszámát, akit idehoznak, és a zenészekét lehet emelni olyan színvonalra, amiben érzékelhetőek lesznek a nyíregyházi emberek számára, hogy egy jó minőségű zenét kapnak, egy jó minőségű színházi előadást kapnak. Nem csak a város és a megye lakóit szórakoztatják ebben az egy hétben a fellépők. Sokszor az ország legtávolabbi pontjairól, de akár országhatáron túlról is érkeznek ilyenkor nyíregyházára. Nagyon nagy szeretettel várjuk a szokás szerint a megyéből az ide látogatókat, az itt lévő turistákat, határontori testvérváros, partnervárosokból érkező vendégeket, még mindenki, aki eljön, mert a Vidor Fesztiválra már évek óta Budapestről is eljönnek, és nem csak a színházi előadások miatt, nem csak az ingyenes színvonalas koncertek miatt, hanem a hangulat miatt, ami itt fogadja az embereket. A Vidámság és Derű országos seregszemléje augusztus 24-én pénteken a Kelet Brass Band koncertjével kezdődik, és egészen szeptember 1-ig szombatig tart.